Éppen a szokásos napi sétáját teszi Mizu, a szekszárdi pumi. Utóbbi a 9 magyar kutyafajta egyike, a puli mellett az egyik legismertebb terelőkutya. Gazdája azt mondja, bár a kis kedvence még csak 5 hónapos, már számos kiállításon vett részt, ahol egytől egyig remekül szerepelt. 2021 utolsó hétvégéjén Magyarországon is megrendezték az Európa Kutya Kiállítást, amelyen részt vettünk. Ott Mizu nagyon ígéretes egy, illetve Best Minor Puppy is lett, valamint a Nemzetközi Pumi Egyesület klub kiállításán is részt vettünk, ott is nagyon ígéretes eredményt ért el. Nem csoda, hogy Mizu kutya ilyen kiemelkedő eredményeket ér el, hiszen apja már Európa és világbajnokkan is egyben. Máté Szentes Bianca azt mondja, 2022-ben több kiállításra is készülnek, többek között egy februári eseményre. Ehhez azonban komoly felkészülés szükséges. Egy megmérettetésen ugyanis nem csak az állat megjelenése számít. Egyben nézik a küllemet, és akkor a mozgását is. Ezt a kettőt úgymond összevetik. És akkor ez alapján nézik a kutyusokat, hiszen egy osztályban többen is vannak, és akkor a fajtán belül kiválasztják a például bébi kategóriában a legjobbat. Az app gazdájának elmondása szerint a kiskutya eddig minden várakozásukat felülmúlta, Mizu a következő versenyén már a kölyök kategóriában fog indulni.